Sziasztok, Endén vagyok, és ez itt a Brothers a Tale of Two Sons végjátszás harmadik része, és hát valahol itt hagytuk abba az előző részben. Hát akkor szerintem menjünk is tovább. Éppenséggel itt ugye óriás bási segít nekünk. Na, gondolom, aha, ugrani kell. Nagyon jó. Na, akkor van megint hidat játszik. Oké, okay, hát mászunk rajta szépen. Így, ott a gombájba belekapaszkodunk, új, de nagyon jó. Szépen átmegyünk. Milyen kis barátságos környék, ez itt repkednek a pillangók, minden lófasz, nagyon jó. Na, menjünk. Na, úgy, egyenes arra, úgy. Most oda ugrani kéne? Vagy mindjárt jön a gágyó, aztán átvisz minket. Na, haladja, haladja, nem érek rá egész nap. Na jó, van már, hát 200 kilódot itt alig bírod vonszolni. Na, gyerünk, gondolom, bedobsz. Úgy bizony. Az szép. Így félre dob egy kicsikét, így rossz helyre célhoz, mondjuk oda bele a vízesésbe, akkor elég igaz. Na mindegy, azaz. Mindjárt leszakad itt a hegy, óvatosan ugrálja, hallod. De ezek is ottan ketten jó nagyot tudnak ugrani. Elmehetnének ezzel atlétának. Lógásba így felugranak ilyen nem tudom hány métert, na mindegy. Na. Így bizony, menjétek. Hát ez a két analoggal irányítás sose bírná megszokni, mert nagyon hát mondjuk bizonyos játékidő után biztos ráállnák, de annyira összezavaró, hogy most jó, hogyha, mert ugye jobb analog az mindig a kicsi, és hogyha a kicsi van bal oldalon, a nagy pedig jobb oldalon, akkor ugye megcserélődik, és akkor úristen. Próbálok velük egyszerre menni, és akkor nincsen akadály. Akkor így egyszerre mozgatom a két analogot. Na, megint dobó verseny lesz. Jöjjöjj. Ja, nem. Az jó lehet. Aztán kijött minden víz, olyan bombát lenyomott. Hát a 200 kilóval. Minimum. Na, az szép kis hely. Úszkálnák benne, milyen szép tiszta, még a végét is beszársz. Ja, mondjuk nem hiszem, hogy erre kéne menni. Na, assza, ne halljál meg, jó van. Csak, na, ráesett egy vízcsepp a lábujjára, azt majd megfulladt. Na, menj oda. Úgy bizony. Jó. Szépen átszunk. Itt már nem bírt volna átvinni az óriás, nem. Még én úszkáljak itten. Szóval a hülye gyerek meg itten meghal. Na, akkor szépen menjünk erre. Oda bele a nyúlokba. Jó van, te vagy a főnök, te vagy a nagyobb, megyünk. Hát, szerintem te ide nem félsz utánunk, szóval innentől kezdve elválnak útjaink. Kösz szépen minden. Jó híd voltál. Jó dobó játékos, de most már. Hát ez kurva barátságos hely. Hát itt már azért nem nagyon lennék. Gyökerek mindenhol. És most itt nem csak a kis csávóra gondolok. Ja, hát ő ilyen kis izé. Kis hacker mindenen átmegy. Na, így bizony. Mehetünk is tovább, nem volt túl nehéz. Izé. Azért nézzünk körül. Na, üljél le. Hát, ez fantasztikus. Na jó, menjünk. Na hát már víz van a dologba, szóval hülye gyerek már most összeszarta magát, gondolom. Nem baj, valahogy átiszik. Hát gondolom ide kell jönni. Hát ja, az egész egyértelmű volt. Ja, nem engedem el. Na, semmi, nem lehet bepréselni. Sajnos. Na hát ez túl egyszerű volt. Na, most is fordítva van a
kettő csávó, és akkor nem tudom, jó, mondom, arra mész. Jó, na, gyerünk, Atta, ugye, ugorja. Örül jó vagy. Gyerünk. Ah, hoppá, két úton megyek. Most legalább jó helyen voltak a analoghoz képest. Hát, elmegy micsoda. Na jó, mehetünk tovább. Hát jó. Ez kiépítette, vagy ez mi a rák, szóval. Nem is értem, ez ilyen. Na nem tudom mi lehet, de ez mi. Hát nem tudom, hogy ez nekünk minek kell, de hát fénybű van, vigyük. Na, gyerünk, fordulj, úgy bizony. Nagyon jó. Gondolom kettő ilyen piros szart kell. Újjúj, na várjál, várjál, ez cseles. Nára be kell vinni. Így, és akkor is szépen. Ó, de profi vagyok. Egyből rájöttem. Hát, jó van, akadálypályán átjutottunk. Na. Az úgy jó lesz. Na, nem volt semmi extra. Így, de természetesen itt egy labirintusnak kell lenni egy ép, hogy csak elférjünk vele, szóval. Ezt direkt így építették meg. És ezt most be kellene dobni ide, hogy megállítjuk a szerkezetet. Hát gondolom. Ó, az nem telt jót neki. Igen, és pont így állt meg ez a kanál, hogy pont el tudunk menni, hát ez kurva egyértelmű. Hát ez nem volt túl nehéz. Limbo nehézségi szinthez szoktam azért valami nehezebb feladványokat kérnék. Na ez már lehet, hogy meghozza ezt a kívánságomat. Mi a szerez? Na, te odamész, hogy mondom, hogy. Gondolom ide ketten kelletek, jó. Hát ezzel nem mentem sokra. És akkor most... Na, nem utogass el, fogjad meg, vagy valami. Jó, nyugi, nem kell idegesnek lenni. Várjunk csak. Jön akkor. Nem. Na, várjunk csak. Ja, hogy... Jó. Nem tudom el idáig. Na, toljad, fordíts le, vagy valami. Nem. Nem jó van. Akkor... De most csak te. Itt akkor csak te, nem oda mész. Csak oda akar menni. Vagy húzni kéne? Csak tolni akarja, hagyjad már. Nem utogass. Talált ki, hogy mit kell itten csinálni. Hát ja, hogy ketten keltek, na várja. Aha, hogy ezzel húzni kell, ezzel meg tolni. Fasza. És akkor most így mit csinálják vele? Aha, és akkor most így hoppá várja. Azaz, hogy... Nagyon jó. Ó, hát ez... Még mindig túl egyszerű. És ha kész is van, de melyik az a hülye ember, aki ilyen ajtó kinyitót épít? Miért nem csak egy kart rakott? Meghúzott, kinyílik, szóval... Jó, mindegy. Gyerünk, jöjj! Már megint fordítva van az analag. Jó, akkor menjét el össze. Talán meg a hülye. Jó. Így bizony, hát nem lenne oda jó leesni. Esni egy hétig. Szépen megebédelni, utána is közben meg ilyenek, szóval... Nem unatkozná. Jajjaj. Ja, hogy itt. Ja. Jó, megvan. Na akkor tipikus bakottartás. Négy. Hülye gyerekkel fölmászni. Kötelet. Vagy valamit leereszteni. De... Hoppá. Hát ez szép volt, jó ráugrott. És akkor most így. Ja, vágom.
Hát ez szépen belekapaszkodik, már nem azért mondom, de gyönyörűen meg van animálva, na mindegy. A lényeg, hogy mászik. Na, fantasztikus. Mehetünk is tovább. Na, arra, arra, úgy. Mik azok ottan? Gyönyörűek, mondom, te arra mész. Úgy, úgy. Mik ezek izék? Orkok, vagy mik? Hé, ez itt jó. Na nézzük csak, na igen, vele úgy, na. Össze-vissza analog. Mi ez itt? Hoho, van nála egy gyufa. Gyűjtünk egy kis tüzet, aztán hő, olyan vacsora lesz itten. Na, örüljtök, hogy végre megfürdötök, nagyon. Én is örülök, neki mehetünk tovább. Gondolom nem erre kell jönni, hanem fölfelé. Ezek se fáradtak még, amióta megyünk, azóta nem álltak meg, azt nem futkoráznak, mint a hülyék. Nem nézünk körbe. Ja, hogy ez is ugye... Ja, nem, jó. Hála Istennek. Na, hát nehéz ott megtalálni az utat. Na, hát ez már túl egyszerű. Ezt már tudom a taktikját. Na, úgy bele. Betoljuk. És már álltunk is tovább. Ja, hogy... Ja, hogy így játszunk, jó. Hehe, de jó. Hát igen, oda leesni az jó lenne. Talán a ogréknak, vagy mi a franc, az már. De a ölükbe. Trollok, vagy mi az, hát nem tudom. Na most melyik engedi? Ez, jó. Kicsivel nem kéne elengedni. Még. Na, gyere már. Egy. Fantasztikus. A bakot tartasz, főmegy. Tipikus. Azzal lenyitod, azt gondolom. Az mi? Ja. Ja, hogy közben vele ezt megtekerni kell, mivel palacsinta lesz a bratyóból. Értem. És most itt. Ja, értem. Ja. Akkor most meg ezt kell tekerni. Azt kapd el. Ó, fantasztikus. Hoppá, megjöttél mi? Rácsukom. Na, én itt átpékázok. Így, ne. Ez mit csinál? Na, ez már itt is van. Ezzel itt mit kell csinálni? Ja, hogy... Aha, vágom. Na, átdoblak téged oda. De játszol tér, komolyan mondom. Ja, akkor megint te... Kapaszkodjál rá. Te meg kurblizzet kiasztottan. Gyorsan, mert... Leesik a bratyó, azt meg döglik. Ezt egyedül maradsz. Új, csavarja, gyerünk. Akkor jó. Most azt meg ide kell libbentenem. Láncot. Gondolom én. És kész is. Azt, hogy bele a szemébe a kampót. Úgy. Megittem próbál beszélni. Nem is kerül neki. És már itt is van. Nagyon baba. Hát ez se volt még túl nehéz, már nem azért. Azt hittem nehezebbek lesznek itten feladványok, ha már feladványokra megyünk. Na de mindegy, láttam, volt checkpoint, szóval majd a következő részben folytatjuk. Ha tetszett a videó, akkor like és iratkozz fel, és ha bármi az a fűzni volt valami videóhoz, akkor azt én meg kommentbe. Na, sziasztok!